A Bajai Televízió csütörtök esti híradója kezdődik. Jó estét kívánok! Nézzük vezető híreinket. Újabb beruházásokat terveznek. 6 területfejlesztési pályázat beadásáról döntöttek a képviselők a csütörtöki ülésen. Ünnep az egészségügyben. Semmelweis nap alkalmából az orvosokat és az ápolókat köszöntötték a Bajai Kórházban. A hőséget is elviselik, remek hangulatban zajlik a BLS-e nyári tábora, közel 90 gyermek kergeti a labdát a Vasváriban. Az év első felének utolsó képviselőtestületi ülését tartották csütörtökön délelőtt a Városházán. A testület döntött a helyi sportrendelet megváltoztatásáról, pályázatok beadásáról, valamint helyi és országos politika is szóba került. A testületi ülés elején a városvezetés köszöntötte dr. Melit Zoltánt, aki 7 év után távozik az Eötvös József Főiskola rektori székéből, így a polgármester és az alpolgármesterek megköszönték a munkáját, és további sikereket kívántak a szakembernek. Ezt követően sürgősségi eljárással tárgyalták a város sportrendeletének módosítását. A tervezet szerint a jövőben nem lennének kiemelt egyesületek, hanem valamennyi bajai sportegyesület egyenlő lehetőségekhez juthatna. Most egységesen minden sportegyesület pályázhat működési támogatásra. Eddig működési támogatásra csak a kiemelt sportegyesületek pályázhattak, és csak versenyrendezésre pályázhattak az önkormányzathoz támogatásért az úgymond egyéb kisebb egyesületek. Ezt most az önkormányzatunk megszüntette. A testület végül 14 igen és egy tartózkodás mellett támogatta a sporttanácsnak indítványát. Nem kevesebb, mint 6 területfejlesztési, úgynevezett toppos pályázat beadásáról is döntöttek a képviselők. Fercsák Róbert polgármester elmondta, a 63,5 milliárd forintos megyei keretből 2 részletben lehet részesedni, az első körben Baja több pályázata is nyert. A legnagyobb beruházás a piac felújítása lesz, mintegy 1,3 milliárd forint értékben, míg most újabb fontos fejlesztésekhez szeretnének forrást nyerni. Valamilyen fejlesztési forrás csak lehet, el kell hoznunk Bajára. Ugye a területfejlesztési pályázatokról beszélünk, a közismertebb neve a top pályázatok, így van. Ezen kereteken belül pályázunk intézményi felújításokra, energetikai felújításokkal összefüggésben tudjuk az intézményeinket, iskoláinkat, óvodáinkat, bölcsödéinket felújítani. Pályázunk ipari park fejlesztésre, pályázunk csapadékvíz gondok megoldására, kerékpárút fejlesztésre. A testület egyhangúan támogatta azt a napirendi pontot, melynek köszönhetően a jövőben több pénz juthat az orvosi ügyeletek működtetésére, így az ott dolgozók fizetését lehetne növelni. Az egyébként nyugodt ülés végén a kérdések, felvilágosítások ponthozott egy kis pezsgést, a kért és kapott válaszok okán többször is heves vita alakult ki a felek között. Az ülés végén azonban mindenki egyetértett abban, hogy a jövő heti halfőző fesztiválon Baja ismét remek házigazdának kell, hogy bizonyuljon az ideérkező vendégek számára. Az egészségügyi szakdolgozókat köszöntötték csütörtökön a Bajai Szent Rókus Kórházban. Semmelweis Ignác születésének 199. évfordulóján az orvosok és az ápolók áldozatos munkáját ünnepeljük. Az intézményekben ilyenkor adják át a kinevezéseket és az elismeréseket a szakembereknek. Semmelweis Ignácot a történelem 10 legnagyobb orvosa között tartják számon. Az anyák megmentője volt az első, aki felfedezte, hogy az alapos kézfertőtlenítéssel megakadályozható a gyermekágyi láz. A Bajai Szent Rókus Kórházban csütörtökön adták át a kórház kiváló dolgozója címeket. Az elismerésre az intézmény munkatársai jelölhetik egymást. Dr. Fenyő József azt mondta, meglepte, hogy az egyik kategóriában ő kapta a legtöbb szavazatot. 2002. januárjában indult a sürgősségi betegellátó osztály kórházunkban. Ez egyébként az országban az első 10 közt volt, tehát az első fecskék voltunk, ha szabad így fogalmazni. És annak vagyok a vezetője 15. éve. Én úgy gondolom, hogy végig tulajdonképpen mázlim volt. Végig olyan szerencsém volt, hogy ragyogó kollégákkal dolgoztam. A fekvőbeteg ellátás területén a krónikus belgyógyászat 2 dolgozója vehette át az elismerést, akik több mint 20 éve dolgoznak a Bajai Kórházban. Ez egy krónikus osztály, tehát meleve nem könnyű. Biztos hallottak is róla, hogy nem egy könnyű osztály. Hát, Kati,
Van mit csinálni. Nagyon sok minden van, miután a betegek zöme semmit nem tud egyedül elvégezni, úgyhogy helyettük meg kell csinálni azokat a feladatokat, amik a mindennapi szükségletek kielégítéséhez kellenek. Az 5 díjazott a pénzjutalom mellett Fercsák Robert polgármester jóvoltából egy erdélyi utazást kapott ajándékba, ahova családjukkal mehetnek majd elpihenni. A Bajai Intézmény tavaly megkapta a Családbarát Munkahely címet, amivel az országban eddig csak az Orosházi Kórház büszkélkedhetett. Évek óta van úgynevezett csapatépítő napunk, amikor egy napig azt csinálnak, amit ők szeretnének, ami persze nem ment a betegellátás kárára, de akkor munkabért kapnak arra az egy napra, csapatépítés jelleggel egymáshoz közelebb kerülnek, mest főznek, anekdotáznak, eltöltik az időt, és hát azért, mint az ábra is bizonyítja, pont a fluktuációnk épp azért ilyen relatív alacsony, 2% mindössze, mert az emberek jól érzik itt magukat, és szívesen dolgoznak. A főigazgató elmondta, az épületek korszerűsítése után a következő években a kórház műszerparkját szeretnék fejleszteni. Az élelmiszer pazarlásra és annak megelőzésére hívja fel a figyelmet a Maradék nélkül nevet viselő program. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 2016. novemberében indította el az országos projektet, amelynek célja, hogy csökkentsék a hazai élelmiszer hulladékok arányát, valamint megváltoztassák a háztartásokban a fogyasztói viselkedés mintákat. A projekt kutatói elkészítették és összesítették az első részletes hulladékfelmérés adatait. Kiderült, az Európai Unió által becsült fejenkénti 39 kg helyett közel 70 kg mennyiségű élelmiszer dobnak ki egy év alatt Magyarországon. Az összesítésből továbbá az is világosan látszik, hogy a termékek fele azért kerül végső soron a kukába, mert azokat eleve feleslegesen vásárolták meg, vagy tárolási hiba miatt kellett megválni tőlük. Az elkerülhető élelmiszer hulladékok között az ételmaradékok a leggyakoribbak. Felmérések szerint a háztartásokban elpazarolt élelmiszermennyiség mintegy 400-450 ezer rászoruló étkeztetésére lenne elegendő Magyarországon. A hivatal javaslata az, hogy a fogyasztók a mennyiség helyett a minőség elvét alkalmazzák a bevásárlások során. A jövőben nem kell az esőtől tartaniuk a sportolni vágyóknak Bácsbokodon, hiszen megújul a település sportcsarnokának tetőszerkezete. A fejlesztés teljes költsége 40 millió forint. Részletek a híradó végén. Folytatódnak a felújítások a Szent Rókus Kórházban. Jelenleg az orvos és nővérszálló épületei szépülnek meg. A napokban értek a végére a lakások külső felújításának, aminek az itt élők is nagyon örülnek. Fél évvel ezelőtt még így néztek ki kívülről az orvosok és ápolók lakásai. Ezek a felvételek pedig már csütörtökön készültek. A kórházban az elmúlt években megújult a neurológia és a pszichiátria épülete, felépült az új belgyógyászati szárny, és átépítették a sürgősségi osztályt. Az idén pedig egy újabb nyertes pályázatnak köszönhetően 161 millió forintból elkezdték felújítani a két orvosszálló épületét, amely most el is készült. Tájékoztatott Mészáros Pál, a kórház műszaki osztályának vezetője. Mind a két szállónak a nyilázárói cserélték, a külső nyilázárójait, továbbá külső homlokzati hőszigetelést kapott. A lenti, a Vasvári Pál utca felüli orvoslakásoknak a tető szigetelését is elkészítették. Továbbá itt a kinti Rókus utcai szállónál ugyanúgy padlásszigetelés történt. Továbbá itt mögöttünk látható épületnek az erkélyét is felújították, új korlátokat kaptak, és a külső burkolatot is lecserélték. Továbbá felszerelték őket napelemekkel. A 12 lakásos egy 10 kW-os, a 22 lakásos pedig egy 23 kW-os rendszerrel csökkentheti majd havi kiadásait, tette hozzá a vezető. Gábor Erika nővérként dolgozik a sürgősségi osztályon. Elmondta, február óta lakik itt, és már most tapasztalta a felújítás előnyeit. Nagyon jók a körülmények, én meg vagyok mindennel elégedve. Hát a beruházásról annyit tudok csak mondani, hogy 3 hónapig zajlott itt nálunk a felújítás, 3 hónapig hátul, mert hátul is van egy épületünk. Szép lett a színezés is, új nyílászárok lettek, új ablakok lettek, nem jön be a hideg az ablakon, úgyhogy én legalábbis meg vagyok vele elégedve. A két szárnyban összesen 36 lakás található. Az energetikai korszerűsítés pedig évente közel 5,5 millió forinttal csökkentheti majd az intézmény költségeit.
Természetesen tánc és ének, emellett előadások, verseny és szabadidős programok is színesítik az idei Garai Néptánctábort. A nagy hagyományokra visszatekintő egyhetes programra a helybéli gyerekeken kívül messzebbről is érkeztek fiatalok. Rida, rizgető és csárdás, csak néhány a lépések és a motivumok közül, amiket a gyerekek az idei táborban tanulnak. Többen más településekről érkeztek, de legtöbben garaiak. Az egy hét alatt mintegy 70 gyerek gyakorolhatja a néptáncot alap és haladó szinteken. Azért jó ez a tábor, mivel új barátokat is szerezhetünk itt, meg megismerhetünk másokat, és táncokat is tanulhatunk. Szeretek táncolni, és nagyon jó a hangulat. Ez évközben is érvényes a táncosokra? Igen. Az élőzenét a Csurgó zenekar biztosítja a tábor alatt, már nem először, és az oktató is ismerős már a településen. Az ifjúsági csoport és a felnőttek délalföldi, a kicsik bukovinai székelytáncokat gyakorolhatnak. Háromféle táncot fogunk tanulni, a csárdást, a silladrit és a szirbát. Ezekből javarészt az alaplépéseket tanultuk azért, hogy a gyerekek is, a kicsik is sikerélménnyel menjenek majd haza, illetve egy-két technikai dolgot, amitől a nagyobbak is jól érzik már magukat. Hogyha én ezt tudtam volna, a népzenét és táncot nem lehet elég korán elkezdeni. A legkisebbek a dalokat külön foglalkozásokon játékos formában tanulhatják meg. A célok sokrétűek. Egyrészt a nyári szünetben szeretnénk egy nagyon hasznos és tartalmas szabadidő eltöltést a garaiaknak és a vidéki gyerekeknek is. Most már úgy alakult, hogy vidékről is többen jönnek hozzánk. Szeretnénk a táncsoportainkba új embereket, utánpótlást is szerezni, illetve nevelni. Tánc mellett idén nagyobb hangsúlyt kap az ének is. Népviseletekről, szokásokról és játékokról előadók meséltek a résztvevőknek. Emellett kézműves foglalkozás, énekverseny és más programok színesítették az egyhetet. A tábor végén a tanultakat a szülőknek, érdeklődőknek is bemutatják a fiatalok a művelődési házban. Megújul a bácsbokodi sportcsarnok. A létesítmény rossz állapota évek óta gondot okoz a környéken élőknek, hiszen a rossz tetőszerkezet miatt esős időben folyamatosan beázott az épület. A felújítások során a teljes tetőfelületet kicserélik. A fejlesztés teljes költsége csak nem 40 millió forint, amelyből az önkormányzat közel 12 millióval támogatja a beruházást. A tervek szerint július végére befejeződnek a munkálatok. A kilógó szigetelőanyag, a hiányos cserepek és az állványok jól láttatják, mekkora építkezés zajlik Bácsbokodon. Stábunk érkezésekor a munkások épp pihenőt tartottak, amit jogosan érdemeltek ki, hiszen alig egy hónappal ezelőtt kezdték meg a helyi sportcsarnok helyreállítását. A kedvező időjárásnak köszönhetően pedig a tervezetnél gyorsabban haladtak, így a munkálatoknak csak nem 3/4 évvel végeztek. Mindenhol ilyen volt a cserép, ahol most látod ilyen szürkés. Kovács László, a település polgármestere elmondta, nagy szükség volt a létesítmény renoválására, hiszen az évek alatt elhasználódott tetőszerkezet az utóbbi időben rendszeresen beázott. A felújítás a Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület által elnyert pályázatnak köszönhetően valósult meg, amelyet részben önkormányzati, részben pedig látványcsapat sporttámogatásból finanszíroztak. A pályázatban a teljes tetőszerkezetet érintjük, a csarnokunk az egy fém szerkezetes tető szerkezettel bír, amelyeket fa szerkezetek kötnek össze, fa szarufák. Ezek a szarufák is cserélve lesznek egy nagyobb teherbírású fa szerkezetre, és onnantól kezdve a teljes tetőfelület cseréje megtörténik, azaz a szarufa, rajta az ellenléc, a vízszigetelő fólia, a tetőléc és a tetőcserép is egy teljesen új konstrukció lesz. Kovács László hangsúlyozta, a felújítás nagy jelentőséggel bír nem csak a nagyközség, hanem a környező települések számára is, hiszen azok közül egyedül Bácsbokod rendelkezik akkora sportcsarnokkal, ami helyszínt biztosíthat a jelentősebb sporttevékenységek és versenyek számára. A munkálatok gyors ütemben haladnak, így feltehetőleg rövid időn belül átadhatják a helyreállított létesítményt. Előre láthatólag július végére fejezik be a munkálatokat. 12. alkalommal rendezik meg az idén a Vaskúti Vendégváró Vigasságot. A háromnapos ünnepség június 30-án pénteken délután kiállítás megnyitóval indul, majd a templomkertben hordócsapolás és a 25. születésnapját ünneplő Bohémek zenekar koncertje várja a vendégeket. A rendezvény főnapjáról, a szombati programokról a település polgármesterét kérdeztük.
délelőtt gyerekprogramok vannak, hennafestés, arcfestés, ugrálóvár és egyéb gyerekprogramok, lovagoltatás és egyéb gyerekprogramok, délután kulturális programok. Vendégeinket vacsorával látjuk majd vendégül, és utána pedig sztár vendégünk Pál Dénes előadó művész lesz, a Royal Zenekar fogja az utcabálhoz a zenét szolgáltatni, és ennek keretében Kacor Feri, a mulatos szórakoztató zenének az egyik jeles képviselője fog fellépni nálunk. A bál reményeink szerint jó hangulatban hajnalig fog tartani. A vasárnapi program is hagyományosnak nevezhető. 8. alkalommal kerül megrendezésre a Mária Szobor vivőknek a találkozója. Erre több csoportot várunk Magyarországról, illetve határon túlról is. És a program után, illetve hát annak keretében dr. Bábel Balázs érsek úr fog misét celebrálni, szabadtéri misét, majd pedig körmenet zárja az aznapi rendezvényt, illetve a rendezvénysorozatunkat is. Most pedig kezdődik a Sportpercek. Tamás várja önöket. Kellemes, szép estét kívánok mindenkinek! Hétfő óta zajlik a Vasváriban a BL-sen nyári tábora. Délelőtt és délután közel 90 gyermek vesz részt a foglalkozásokon, az edzések között pedig egyéb programok várják az ifjú labdarúgókat. Pénteken majd egy közös strandolással pihenik ki a táborozók a hét fáradalmait. Kékbe öltözött szerdán a Vasvári, az ovisoktól egészen az U13-as korosztályig vannak labdarúgók a BL-sen nyári táborában. Az egyesület minden évben megrendezi a tábort, így az edzőknek már bőven van tapasztalatuk a program megfelelő összeállításában. A délelőtt mindig az edzéseké különböző feladatokat végeznek a gyerekek. Például van, hogy ilyen létrába be kell lépni mindig egyszer vagy kettőször, meg van olyan, hogy szalagon is a kapuba be kell lőnünk. Az ifjú játékosok pedig már most tisztában vannak vele, hogy a sok gyakorlás egyszer majd meghozza a gyümölcsét. Focizunk, meggyakorolunk, és így fogunk bele fogunk lendülni, és akkor majd a meccsen jól fogunk játszani. A fárasztó feladatsor teljesítése mellett a hétfő óta tapasztalható hatalmas hőség is az ellenfelek között van. A kicsik állják a sarat, ráadásul rendszeresen kapnak ehhez külső segítséget is. A Lajos belelocsol. A frissítés a kicsik kedvenc programjának számít, még a szomszédos utcákban is hallani a nevetésüket. Kettő fürdés között pedig becsületesen végzik az előírt feladatokat. Hát a technikai képzések leginkább, de nyilván játékosabb formában. Nagyon sok új gyakorlatot is behoztunk, ami úgy nem fért már bele, vagy létszám, vagy idő miatt az edzésidőpontokba. És itt 4-5 csoportra osztottuk a gyerekeket korosztálytól függően, és állomás helyenként forgunk körbe, és mindenki, a kicsik is és a nagyok is megcsinálják ugyanazokat a feladatokat, nyilván más területen és más ritmusban. A hangulatra egész héten nem lehet panasz, a különböző korosztályok jól megférnek egymás mellett. Sőt, a nagyobbak külön figyelnek a kicsik segítésére. Nagyon tetszik mindenkinek, ha mind a 4 napban délután játszunk. Délelőtt ilyen edzések vannak, passzogatás, kapulalövés, és pénteken holnap lesz ilyen feladatos nap, hogy feladatokat csinálunk, és pénteken még lábodra fürdeni. Pénteken tehát egy közös strandolással zárul a tábor, ahol valamennyi edző és gyermek alaposan meg lesz mozgatva. Újabb országos bajnokságon szerepeltek eredményesen a Sugó Sárkányhajóklub versenyzői. Ezúttal a 10 személyes magyar bajnokságon vettek részt a bajaiak, amit ezúttal is Faddomboriban rendeztek meg. Az OB-n valamennyi korosztályt együtt értékelték, így a sugósok a Premier mezőnyben vették fel a lapátokat. Itt a Premier Open 2000 méteren a negyedik, míg a vegyes csapatok között 2000 méteren az előkelő harmadik helyen zárt a gyakorlatilag szeniorkorú bajai csapat. A Sportpercek végén köszönöm figyelmüket, holnap este ismét találkozhatunk. Viszontlátásra! Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Újabb beruházásokat terveznek, 6 területfejlesztési pályázat beadásáról döntöttek a képviselők a csütörtöki ülésen. Ünnep az egészségügyben, Semmelweis nap alkalmából az orvosokat és az ápolókat köszöntötték a bajai kórházban. A hőséget is elviselik, remek hangulatban zajlik a BLS-en nyári tábora, közel 90 gyermek kergeti a labdát a Vasváriban.
A Bajai Televízió híradóját látták, friss hírműsorral holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Addig is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Péntek délelőtt még napos idő várható, majd napközben nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhőzet érkezik az ország fölé. Este már jó részt erősen felhős időre készülhetünk. Helyenként nagyobb eséllyel a Dunántúlon várható zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Az Alföldön és a délkelet Dunántúlon a 31 fok feletti értékekkel. We'll be right back.